kitaláltuk, hogy minden osztályban legyen olyan zöld felelős, aki aktívan és a ötleteivel segíti az iskolai szelektív hulladékgyűjtést, segít a környezetvédelmi programoknak a megszervezésében. Viccesen mondhatjuk, hogy örök zöldek, felhívják mindig a diákok figyelmét, hogy akkor melyik hulladékot hova tegyék, de nem ő nekik a feladatuk a hálókból kivinni a szemetet. Két-három évvel ezelőtt elkezdtünk egy nagy beruházást, aminek révén szelektív kukákat vettünk, és a falat is megbontva szelektív szigeteket alakítottunk ki, ezzel is a felé lépve, hogy minél környezetudatosabbak legyenek a gyerekeink. És ami most mögöttem zajlik, az a legfrissebb beruházásunk. Szelektív kukákat helyezünk el a kis szobákba is, úgyhogy most már egyre beljebb tudunk hatolni az épületben a szelektív hulladékgyűjtéssel. . 40 darab kis hálóba sikerült szereznünk ilyen hulladékgyűjtő dobozokat. Minden kis hálóba akkor így lesz egy vegyes, egy papír meg egy műanyag dobozon, be tudják a gyerekek gyűjteni a hulladékot. Így most már akkor úgy tűnik, hogy szinte 99%-ban a hálók, a nagy hálók és a kis hálók le vannak fedve ebből a szempontból. . 15 évvel ezelőtt körülbelül akkor indult el, hogy ősszel és tavasszal tartunk egy őszi-tavaszi zöldnapot. Eleinte a környékben eldobált szemeteket gyűjtöttük össze, de aztán egyre inkább próbáltunk előre menekülni és pozitív tartalmakat tanítani. Például ősszel volt egy teremtésvédelmi konferencia. Próbálják a gyerekeket arra nevelni, hogy önmaguk által termelt, vagy összegyűjtött szemetet ők vigyék el a megfelelő helyre. Nem is csak róluk szól már, hanem az ő gyerekeikről, az ő unokáikról, hogy ugyanazt megkaphassák, amit mi megkaptunk ezen a földön.